Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a csatornámon. A mai étel egy kalács tésztában sült, főtt csülök. Akik velem voltak az előző videóban is, az láthatták, hogy hogyan kell előkészíteni a kuktában, ízes lében megfőzött csülköt. Azt tekintse meg előtte azt a videót, és akkor erről a csülök készítésről is kap egy-két információt. Aki pedig a kalács érdekli, vagy érdekel, az pedig most figyeljen, hiszen a lényeg, hogy teljes kiörlésű búza lisztből fogok készíteni kalácsot, amely kicsit nehezebb tésztát eredményez, de egy kis vajjal, egy kis cukorral azért jól megtuningolom, hogy ilyen húsvéti beütése legyen. Viszont az lesz még a különlegessége, hogy a közepében egy csülköt fogok megsütni, illetve ropogósra sütni a kaláccsal együtt. Természetesen a friss búzának, a teljes kiörlésű friss búzaszemnek számos előnye van. Az egyik az, hogy ugye a búzaszemben lévő csíra is le van, vagy bele van darálva magába az őrleménybe, tehát a lisztbe, és így a testünket és a lelkünket is sokkal jobban tudja táplálni. Szóval 500 g ilyen teljes kiörlésű lisztre van szükségünk. Tehát kell hozzá liszt, 500 g, kell hozzá 60 g kristálycukor, kell hozzá egy csomag porélesztő, kell hozzá körülbelül 2 dekagram só, 3 deciliter zsíros tej, illetve még mennyi volt a vaj? Azt hiszem, na már nem tavaly, hanem most idén, tehát a vaj, de rossz volt, az 100 g volt, és 100 g olvasztott vaj. Ez kell ahhoz, hogy összeálljon a tészta. Tészta pofon egyszerű, kell hozzá egy kelesztőedény, jó? Amiben az egészet összedolgozzuk, de először föl kell futtatni az élesztőt, méghozzá úgy, hogy a langyos tejbe belehelyezzük az élesztőport, teszünk hozzá egy, hát két ilyen kis csepet csupornyi cukrot, elkavarjuk, és az egészet felfuttatjuk. Amíg felfut az élesztő, azért beszélek egy-két dolgot az eszközökről. Ugye most itt az általam kiválasztott és tényleg favorizált termékekről van szó a webshopban, de ti is nagyon sokat vásároltok belőle, hál' Istennek. Úgyhogy egyik ilyen az őrlő, az elektromos őrlő, aminek ugye van kézi hajtánya is, de szóval így, amikor frissen leőrli a búzát, ennek az illata, szóval hát ez valami csúcs. Ugye maga a piros edény, amibe fogom készíteni magát a kalácsot, a közepébe elhelyezve ugye a csülköt, tehát ez így lesz. És hát ugye a kukta, amiben ugye a csülök egy óra alatt, ez a 2 kilós el is készült. Akkor már csak össze kell kevernünk az egészet. Hozzájöhet a langyos olvasztott vaj, a maradék cukor, csak így egyszerűen a só, így a tej, ami lehetőleg zsíros legyen, összesen ugye 3 deciről van szó, kell hozzá még ugye egy egész tojás, illetve egy tojás sárgája, még azt bele kell küldeni. A fehérjét pedig hozzáadom ahhoz a tojáshoz, amivel megkenem majd a sütésbe rakás előtt. Hozzáadom a kicsit megfuttatott élesztőt, tehát ez annyira nem is futott meg, de majd most a liszt hatására megfog, és akkor az egészet gyengéden elkeverjük. A lisztas csalóka úgy körülbelül 10 perc után nyeri el az igazi állagát. Tehát egy ilyen állagot fogtok kapni, látjátok? Így. Úgyhogy ezt így lehúzzátok a kanalat, ráteszitek a fedőt, és körülbelül egy jó 15 perc. 15 perc eltelte után nem lesz nagy változás. Annyit kell tegyünk, hogy még egy kis... Kb. Egy olyan 5 deka. Ezzel csak így behintitek. Így. Vesztek egy habkártyát, és a habkártyával elkezditek először az edény szélére lekaparni a fel nem tapadt részeket. És ki tudjátok venni teljesen, maradéktalanul.
Amikor ez megvan, még egy kis liszt. Imádok őrölni. Őrület. Jó, kicsit meg. Forjátok a pultot, és egy kicsit összép dolgozzátok. Na és akkor így most egy jó 30 percet langyos helyen, jó? És ahogy mondtam, vagy mondottam, ugye a nagypiros edénybe fogom készíteni, ugye ez egy vasedény, ami belül egy szép kis mázzal van bevonva. Na de én ezt a mázat még azért kiszoktam kenni, azaz, hogy fújni. Így. És miután ez megvan, ezzel ezt az edényt elő is készítettük, félre rakjuk, jöhet a csülök. Én most egy magyaros ízvilágba szeretném elvinni ezt a csülköt, ezért egy magyaros fűszerkeverékkel, csak az egészet így, amíg még meleg, beszórom, így, hagyáljon, hagy szívja be. Hagyáljon így, szépen be fogja szívni, mire a tészta meg kell, és elkészítjük a belső részét az edénynek. Mert az lesz a lényeg, hogyha a kalács tészta készen van, kettes vonatot csinálunk, befonjuk, körbe rakjuk az edénybe, és a közepével rakjuk be a csülköt, és így rakjuk be a sütőbe, és így lesz megsütve. Ami kell a tészta, mutatok nektek egy jó kis szendvics ötletet, illetve egy szendvics krém ötletet. Vajjal, illetve krémsajttal, tehát mascarponéval készített krémmel fogom megtölteni. Van egy kis felvágott mozzarella sajt, uborka, lilahagyma, friss paraj, és egy különleges szósz, ezt fogom bele rétegezni. A krémbe tettem, vagy teszek egy 3 evőkanál mascarponét, krémsajtot, 3 evőkanál majonézt, egy jó teáskanálnyi friss, nem friss, bocsánat, tejszínes tormát, és az egészet összekeverem. Adok hozzá egy evőkanál porcukrot, és egy pici mustárt. Akkor ez a gyors krém, amit mondom, ajánlok mindenkinek, azzal megkenjük szépen. Minden vendég imádni fogja. És akkor, hogy mondtam, hogy ez a tortában, ez meg így néz ki, tehát ennyi egy ilyen kis szelet. Rárakjátok tányérra, és ez így, már csak szalvéta kell mellé. Hát jó falatozást! Hát akkor sikerült elütni azt az időt, míg megkelt ugye a csülköt körbevevő tészta, ami ugye ugyanez, tehát szendvicsnek sem utolsó, ha így fogjátok majd elkészíteni. Na de nézzük meg, hogy mi történt vele. Bábám, itt van, már szépen meg is kelt, örlök hozzá még egy kis búzát. És akkor nagyon egyszerűen megfonjuk. Hogyan fonunk, ugye? Itt ezt össze illesztjük, és akkor már is mehetünk erre a fonásra rá. Lányoknak ez jobban fog menni, fiúk meg majd megtanulják. De az a lényeg, hogy ez a legegyszerűbb. Azért nem is akartam bonyolultat bemutatni, pontosan azért, hogy itt most a csülkön legyen a hangsúly, meg hát a teljes kiörlésű tésztán. Így. Amikor megvan, kicsit csodorjátok így össze, így, a két végét elcsípitek, egy, kettő, és liszt, jöhet a kiolajozott piros edény, így, és akkor elkezditek bele tenni. Most jön a tojás. Ezzel lekenitek egyszer, és akkor most még félre kell tenni
egy olyan 20 percre megint keleszteni. Oké. Okay. Amíg kell, addig pedig foglalkozunk a csülkünkkel. Hogy így rímbe mondjam el nektek. Ugye megmaradt ez a kis tészta, nagyon fontos. Jó. Most már lehet látni, hogy azért beszívta a fűszereket. Fogjuk azt a tojást, és megint megkenjük vele most a csülköt is. A tetejét jobban kenjük be, hiszen ide hozzá tapasztjuk majd ezt a tésztát. Méghozzá kicsit kilapogatjátok, így. És ha megvan ez a ilyen kis forma, akkor szépen az egészet így ráhúzzátok a csontra. Így. Már csak az van, hogy 20 perc után a kettőt összerakjuk és sütőbe vágjuk. Gyere, igen. Na, kérem szépen. Így nézünk tehát ki a húsvéti tönk teljes kiörlési búzából készült koszorú, füstölt főcsülökkel, közepén pedig egy kis rozmarink. Hát a füstölt főcsülök ugye rá lett még pirítva, és akkor így alakult ki ez a végső díszlet. Jó, hát itt is a rozmaringot hívjuk segítségül, hiszen ebből csak egy egyszerű mozdulattal már meg is díszítettük ezt az ételt, tehát igazából valóban egyszerű. Tehát, hogyha ez az étel előre el van készítve, és mondjuk csak este van felszolgálva, vagy este van elfogyasztva, akkor így, hogy van, visszateszitek a sütőbe, olyan 140 fok, és egy 20 perc alatt át is melegszik, úgyhogy megint élni kezd a tészta, és rendkívül finom illata lesz. Jó, hát azért a puding próbálja az evés, úgyhogy most belevágok. Hogy tesszük ezt az asztalra, ugye merül fel bennetek a kérdés, kell hozzá egy ilyen kis kanál, egy picit várjunk vele, mozgassuk meg, hopp, és látjátok, mozog szépen, ki is fog csusszanni, úgyhogy kanál, alá nyújtok, ahol a füle van ott, kicsit segítetek neki, és pop, és már kinn is van. Vajpuha, szaftos, és füst illata is van, csak most ezt nem érzitek, de a lényeg, hogy kicsit így megvágjátok, így, és mit tesztek hozzá? Adok még a végére egy jó kis húsvéti mártás ötletet, de bármikorra jó, fokhagyma mix, jó, torma, ami tejszínes, egy kis majonéz, fokhagyma mix, pif rá, és már kész a pikpak mártás, ez a legjobb. És akkor már is például itt a falatka, egy ilyen kis krém. Bele egy kis hús, ide rá, és kész van a tuti falat. Sziasztok!